Kenguru park nyílt. Országos patikanap. Biciklis közlekedés. Mesefa. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karszak Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 8-án 18 óra 5 perckor. Kenguru park nyílt nemrégiben Tiszadersen. A parkban összesen 30 faj, 200 állata látogatható egy hektárnyi területen. A fajok között található többek közt az emu, az alpaka, ezüstfálcán, a kakabura, más néven kacagójancsi, és a park fő sztárjai a Bennett kenguruk. A zoológiai szakemberek által létrehozott park egyik célja, hogy nyaranta színesítse a turisztikai programok sorát a Tiszatónál, ahol kicsik és nagyok jól érzik magukat és különleges élményt kapjanak. Én nagyon boldog vagyok mindig akkor, amikor egy új állatkert születik. Nekem vissza ideám, hogy minél több állatkertre van szükség az országban és Európában is. Hát most hivatalból is egyébként ezt kell képviseljem, és mindent elkövetek azért, hogy a meglévő magyar állatkertek, mert 13 önkormányzati állatkert van, és a többi magánállatkert magas színvonalon működjön. Most képzeljék el, hogy ezen a területen létrejön egy olyan kis csoda, ami úgy gondolom én, mivel Európában ismert és európai szintű szakemberek építették, hogy európai szintű is. Nagyon kedves, aranyos emberekkel találkoztunk itt. Ebben a megyében és itt a településen is az nagyon fontos volt, hogy mindenki segített, akarta a tervezőktől, az engedélyező hatóságokon túl, és hát nem beszélve Tiszaders önkormányzat valamennyi munkatársáról. És hát gyakorlatilag rekordidő alatt egy évvel eltolva a tervezettől, mert ugye volt ez a pandémia, de létrejött a Kenguru Park, amire én nagyon büszke vagyok, és nagyon gratulálok a tulajdonosoknak, és megpróbáljuk segíteni a munkájukat a jövőben is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy Tiszaders befogadta ezt az ötletet, ezt, hogy nem akadályozta senki, és nagyon reméljük, hogy nagyon sok örömet szerzünk itt a Tiszató környékén nyaralóknak és az itt élőknek. Amint az Fótosné Ceglédi Zsuzsanna, Tiszaders polgármesterétől megtudtuk, a tematikus park elsősorban Ausztrália különleges élővilágának egy-egy emblematikus állatát mutatja be, valamint hirdeti ökológiai sokszínűségét és egységét is, törekedve arra, hogy természetközeli legyen. Számunkra a Tiszató legkisebb településének lakói, önkormányzati dolgozói, testületi tagjai, polgármestere számára ez egy hatalmas csoda. Köszönöm ennek a csapatnak, hogy megismerhettem őket. Ahogy igazgató úr is említette, az első találkozásunk egy szomorú őszi napon történt, amikor kijöttünk, kimondhatjuk, az árverésre. Mi itt jegyzőasszonnyal sajnálkoztunk a dínókon, sajnáltuk, hogy elmennek, és kedves beszélgetésbe elegyedtünk igazgató úrral és csapatával. De akkor még nem is gondoltuk, nem is álmodtuk, hogy itt ebből véget ért egy korszak, és kezdődhet egy új, kezdődni fog egy új. Aztán nem sokkal később csörgött a telefonom, egy kedves hölgy közölte velem, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, szeretne velem találkozni. Velem! Hát el se tudtam képzelni, hogy mit akar tőlem egy állatpark igazgató, és megbeszéltünk egy időpontot, összejöttünk, találkoztunk, és igazgató úr elmondta nekem a terveit, továbbítjuk a képviselőtestületnek, és tényleg mindenki egyöntetűleg rábólintott, hogy ám legyen. Aztán teltek, múltak a napok, várakoztunk, és láttuk, hogy napról napra, hétről hétre, napról napra épülnek a ketrecek, a kifutók, és hogy szépül épül ez a terület. Aztán tegnap előtt bejöttem, és megálltam, hogy Istenem, ez Tiszaderzsen van. Számomra ez egy nagyon csoda és egy örömteli dolog. Én köszönöm igazgató úrnak és csapatának, hogy Tiszaderzset választotta a Kenguru Park helyszínéül, hiszen nem csak nekünk kis településnek, hanem a Tiszató térségének ez egy hatalmas turisztikai attrakció.
ezzel a beruházással egyre több turista, nyaraló, látogató fog hozzánk jönni, és a térségi településekre. Büszkén mondhatjuk, hogy van egy csoda, egy hatalmas beruházás, amely a mi pici kis önkormányzati tiszatabi levendulásunk, templomromunk, bibliamúzeumunk mellett lett egy kialakult, egy hatalmas, szép állatpark. De nem csak a turisztikai attrakcióért szeretnék köszönetet mondani, hanem azért, hogy településünkön több mint 10 családnak biztos munkahelyet biztosít ez a munkahely, ez az állatkert. 10 családtag, 10 anyuka, apuka, fiatalok is vannak a parkban, elmondhatjuk. Egy piaci munkahelyen, egy szuper kulturált körülmények között élhetik a napjaikat, és segíthetik a munkát. A Kenguru Park lehetőségei nem állnak meg abban, hogy az állatok látogathatóak, hanem többféle izgalmas szolgáltatással is várnak bennünket. Ezek közé tartozik a séta a kenguruk között, vagy az állatsimogatás. A park területén található továbbá játszótér és játszóház is, hogy a családosok is gond nélkül látogathassák a parkot. A pandémia óta első alkalommal személyes jelenléttel lehetett megrendezni a Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezésére évek óta megvalósuló országos patikanapot. Karcagon a Betánia gyógyszertár adott otthont a rendezvénynek. A részletekről dr. Szalainé, dr. Szabó Anna szakgyógyszerésszel beszélgettünk. Az idei 17. patika napon arra keresik országosan a résztvevők a választ, hogyan tudnak a gyógyszertárakban dolgozó szakemberek minél jobban, minél hatékonyabban a betegek rendelkezésére állni. Minden évben egy nap patika nap ként van meghirdetve a gyógyszerészek körében. Sajnos a vírusjárvány miatt 2 év kimaradt, és most ebbe a csendes, egészségesebb szituációba ismét megrendezésre került az országba már a 17. alkalommal. A Talentum Ovisok a Betánia díszvendégei. A patikában vérnyomás és vércukormérés zajlik. A patikanap az oficinába, a gyógyszertár helyiségeibe is zajlik. Vérnyomásmérés történik, vércukormérés. A kicsiknek itt az egészséges helyen, a nagy platánfa alatt beszélünk általában a gyógyszertárakról. Van egy kis patika múzeumunk, vagy kis gyűjteményünk, azt már megnézték, és most pedig itt szépen majd hallanak az egészségügyről, hallanak gyógynövényekről, sőt, majd minden gyermek a saját kis csokiját meg is tudja mérni egy igazi régi módi tára a mérlegen. A mai nap során sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek. Az egészségügyi tudás minél nagyobb kell, hogy legyen. Felnőve a saját gyermekük és egészségük védelme érdekében szükséges. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek az egészségügyi tudása minél nagyobb legyen, és felnőve is majd a saját gyermekeiket is, meg a saját egészségük védelmébe megtanulják. És ezek az ismeretek minden évben fognak gyarapodni. Ma már ez elfogadott, hogy mindenki felelős a saját egészségéért, és ez legalább 80%-ba, így mondják statisztikusan, és csak 20%-ot tud megoldani az egészségügy. Tehát igenis a megelőzés, az egészséges életmód, a mozgás, a táplálkozás, és az, hogy vigyázzunk egymásra. A megelőzés, az egészséges életmód, a mozgás, a táplálkozás és az, hogy vigyázzunk egymásra nagyon fontos. Hangsúlyozta a szakember, aki azt kívánta, hogy napszemüvegre és szalmakalapra legyen szükség, a gyógyszertárba csak tanácsért jöjjenek az emberek, de fontos, hogy legyen otthon láz és fájdalomcsillapító. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai kéri a karcagi kerékpárral közlekedők figyelmét. Köszöntöm nézőket, Bakóné Tóth Éva rendőrőrnaggyal beszélgetünk itt a Deák körút és Kisújszállási út sarkán a kerékpárútnál. Ez egy nagyon forgalmas és veszélyes kereszteződés, de csak azt gondolom azért veszélyes, mert nem figyelnek a szabályokra sem az autósok, sem a kerékpárosok.
Így van, ez egy veszélyes kereszteződés, sajnos az utóbbi időben több közlekedési baleset történt, oly módon, hogy a közlekedő járművezetők nem adták meg az elsőbséget a kerékpárúton közlekedő kerékpárosoknak, és közlekedési baleset következett be, mely során személyisérülés is történt. Akkor mondjuk el, hogy itt hogyan is lehetne közlekedni pontosan mindenkinek, ha betartja az előírásokat. A kereszt több módon írja elő, hogy kell elsőbséget biztosítanunk a másik jármű számára, a másik közlekedő számára. Ugye ezek közül legfontosabb a jelzőtábla, ami ugye látható is az úttesten. Van az elsőséges kötelező jelzőtábla és az I elsőség jelző kötelező tábla, ami ez is van kitéve itt ebbe a kereszteződésben. A különbség kettő között csak annyi, hogy az I elsősorás kötelező jelzőtábla meg kell állnunk. Hogyha az útból kiti jele fel van festve, akkor az útból kinél kell megállni, amennyiben nincsen felfestve, vagy az lekopott, akkor a útkeszésben valadás előtt kell megállni, és úgy kell elsősorban biztosítani a keresztező út forgalmának. Itt most kerékpárosoknak le kell szállni, nem kell leszállni, ezt is tisztázzuk, hiszen ez sem mindig egyértelmű. Nem kell szállni a kerékpárosnak, hiszen neki van elsősége, azonban fel szeretném hívni az ő figyelmüket is arra, hogy nekik is úgy kell közlekedni, hogy saját életüket, testépségüket ne veszélyeztessék. Kerékpárosoknak is vannak azért kötelezettségei. Így van, amennyiben irányt változtat, azt jeleznie kell, és mindenképpen jelezzék, ugye ezzel segítik a forgalmat, ne tévesszék meg a járművel közlekedőket. Még hogy így lesz, és ahogy beszéltünk róla, itt pont nincs felfestve a jelzés, tehát itt mindenképpen figyelmesebben kell közlekedni, mint a város több pontján. Így van, tehát a járművezetőek lassan guruljanak be a kereszteződésbe, nézzenek szét körültekintően, és miután megadták az elsőséget, esetlegesen közlekedő kerékpárosoknak hajthatnak be a kereszteződésbe, és kanyarodhatnak el a szándékuk szerint. Megváltozott most igen jelentősen a közlekedési rend. Felfestettek kerékpársávokat is, hogyan is kell itt közlekedni most pontosan és szabályosan? A kerékpárosok biztonságos közlekedése miatt lett nyitott kerékpársáv felfestve, ami azt jelenti, hogy kerékpárosok ott kell közlekedniük ebbe a kerékpársávba. Az autósok ugye ráhajthatnak, mikor bekanyarodnak bármelyik kis utcába, azonban ezen megállni tilos. Itt látunk még egy szigorítást is a óvodák előtt, hiszen felfestették a pirossal is, hogy különösen veszélyes az a rész. Ott sem állhatnak meg akkor az autók. Így van, az azért kijelölve mind a kerékpárosok, mind a járművezetők részére, akik megállnak parkolni, bemennek óvodába a gyerkőcé, hogy az különösen veszélyes hely, ugye a gyerekek kiléphetnek az útra, ugye a járművek is tolatnak, illetve a kerékpárosok közlekedésére is felhívja a járművezetők figyelmét. Itt beszéltük az előbb, hogy erről az utcáról lehet menni a piac felé is, tehát megváltozik itt is a rend. Mi a teendője a kerékpárosnak, hogyha át akar menni a kerékpárút folytatására, és az autós hogyan figyeljen még jobban? Mindenkinek figyelni kell a kihelyezett közúti jelzőtáblákat, ugye az információt ad, hogy kinek mikor hol van elsőbsége. Nem megszokásból vezessünk, ugyanis ez nagy forgalmi rendváltozás történt most egy Karcag belterületén. Ez ugye igaz lesz a piacnál is, és a Széchenyi sugárút kereszteződéseknél, tehát ott is nagyon óvatosnak kell lenni. Így van, valóan a kerékpárosnak van elsőbsége, való viszont nem, neki is ki van helyezve az elsősorás kötelező jelzőtábla. Egy újabb tábla előtt állunk, amit nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent, hiszen ahogy ide érkeztünk, akkor is álltak bent autók. Mehetnek-e be autók itt az OTP előtti területre? Nem, ez a közúti jelzőtábla a gyalogos és kerékpáros övezetet jelenti, ami azt jelenti, hogy ott csak kerékpárral és gyalogosan lehet beközlekedni, minden más járműnek a behajtás tilos. Aki behajt, az milyen bírságra számíthat? Közigazgatási bírságra számíthat, ami 30 ezer és 4 pont, előjelentő pont jár hozzá. Tehát ez fontos tisztázni, hogy ez nem egyirányú utca, egyik oldalról sem szabad behajtani. Így van, a másik oldal behajtani tilos tábla került kihelyezésre, de erről az oldalról sem szabad behajtani, csak kerékpárral, illetve gyalogosan. És beszéljünk még másik két utcáról, hiszen ott ugyan ki vannak téve a behajtani tilos táblák, de mégis bemennek, itt rögtön mellettünk van egy ilyen behajtani tilos tábla. Így van, ez azt jelenti, hogy semmilyen járművel nem lehet behajtani, még kerékpárral sem. Akkor lehet kerékpárral behajtani, ha ki van téve alá a kiegészítő jelzőtábla, hogy kivéve kerékpárral. És akkor ilyen van a Horváth Ferenc utcán és a Kisantal utcán is? Igen, ezeken a helyeken is ez a jelzőtábla van kihelyezve, és úgy felhívom a figyelmüket a kerékpárosok, hogy itt is figyeljenek erre. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Speciális Fejlesztést Célzó Programok Támogatása című azonosítószámon szereplő NTP SPEC 210083 MESEFA elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa utcai óvodájában.
A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 113 ezer forint. A pályázati programban az óvoda mesetarisznya nyelvi tehetség műhelye és a kis fürkészek természeti tehetséggondozó műhelye vett részt 13 gyermekkel. Csapóné Horváth Marianna és Andrási Tiborné tehetséggondozó óvoda pedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja: a mesék, versek iránt érdeklődő, gazdag fantáziával rendelkező gyermekek mesék, versek iránti szeretetének elmélyítése, a mesei varázslattal a mindennapi életben is fontos értékrend, önbizalom, tisztelet, szeretet, hűség, kitartás kialakítása, ismereteik bővítése a néphagyományokkal, népszokásokkal való ismerkedés által. A mesék feldolgozásához az élmény maga a természet adja, a mese megjelenéséhez szükséges kellékek jelentős része a természetes anyagok felhasználása. Készül el. A műhely foglalkozások során a gyermekek intellektuális érzelmei, kíváncsiság, alkotási vágy, öröm, sikerélmény, identitástudat gazdagodtak, a mesei élmények átélése, a néphagyományokkal való ismerkedés során. Az élményszerző, gazdagító és lazító programok biztosították a projektek élmény és felfedező központúságát. Jártunk a Városi Könyvtárban, a Györfi István Nagykun Múzeumban, a földbe vájt kunyhónál, a közeli kiserdőnél. Népi iparművészettel, fafaragással, gyöngyfűzéssel, korongozással, csuhébáb készítéssel is megismerkedhettek a gyermekek. Debrecenben a Vojtina Báb Színházban a Szellőn Szökkelő című interaktív előadáson vettünk részt, ahol a test, a mozgás és a zene szabad játékát élték át a gyermekek. Az újszerű élmény magával ragadta a gyermekeket, egy csodás világba röpítette el őket, melynek során kreativitásuk, fantáziaviláguk fejlődött, szabadon szárnyalhatott képzeletük. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!